Az idegenforgalom leállásával és a rendezvények elmaradásával dolgozó diákok ezrei vesztették el azonnal a munkájukat a járványhelyzet miatt meghozott korlátozások következtében. A diák szövetkezetek korábban úgy számoltak, hogy még akkor is 20-30%-os lesz idén-nyáron a munkalehetőség visszaesése, ha újraindul az ország működése. A tapasztalatok szerint az érdeklődés az érettségi időszak óta nagyot ugrott a fiatalok körében, azonban a vállalkozások a forgalom csökkenése miatt egyelőre nem befogadóak, és cégen belüli átcsoportosítással oldják meg a napi feladatokat. Az elmúlt hetekben is úgymond hétről hétre változtak a szabályozások. Ugye szinte a héten nyitottak ki újra nagyobb vendéglátóhelyek, szállodák, és a forgalom is még igazából most kezdett el elindulni. Tehát egy-két partnerünk azt nyilatkozta, hogy nyilván amint az ő forgalmuk eléri megint azt a kritikus szintet, amit saját munkavállalókkal már nem tudnak ellátni, akkor természetesen fognak újra rendelni diákot, de addig nem. Itt a kereskedelmi szegmensben sem indultunk meg úgy eleve, ugye ezek a korlátozások, hogy 9-től délig ugye a forgalom ugye csökkent, ugye csak idősek járhatnak a boltba, ugye meg tudják oldani, ők is jobban össze tudják rakni a beosztásokat, kevesebb munkavállalót kell a délelőtti órákban foglalkoztatni, és akkor a saját munkavállalóik nagy részét ugye délutára csoportosították át. A lehetőségek jelentősen szűkültek a nyári fesztiválok elmaradásával, azonban a vendéglátóegységek újranyitásával némiképp javult az elmúlt két hónapban előrevetített helyzet. Annak ugyanakkor így is sietnie kell, aki szeretne diákmunkát vállalni, hiszen egy hirdetésre jóval több másik tanuló pályázhat egy időben. A Fürge Diák Régió vezetője hozzátette, a bérek kifizetése és a jelenlegi helyzetből fakadó bizonytalanságok miatt most még inkább érdemesebb iskola szövetkezeten keresztül munkát vállalni. Az továbbra is él, hogy a diákoknak csak a személyi jövedelemadót kell levonni a bruttó bérükből, ami 15%, tehát ez sokkal versenyképesebb a normál bejelentéssel kapcsolatban, és én minden diákot arra bíztatnék, meg szülőt is, hogy csak úgy engedje el a gyermekét dolgozni, ha iskolaszövetkezeten keresztül hivatalosan dolgozik, mert ugye az garantálja azt, hogy időben és pontosan meg fogja kapni a fizetését. Jó hír, hogy a minimálbér idei emelésének köszönhetően a diákok is többet kereshetnek, mint egy évvel korábban. A minimálbér óradíja idén bruttó 926 forintra nőtt a tavalyi 857 forintról, ennél tehát a diákmunkások sem kaphatnak kevesebbet. Könyves Viktor hozzátette, néhány évvel ezelőtt még az volt a jellemző, hogy a nyugati országrész átlagkeresete majdnem 500 forinttal haladta meg az itteni régióét. Az elmúlt években azonban zárult ez az olló, és a keleti megyék is jóval versenyképesebbek.